Idén 2016. március 5-én, 9. alkalommal rendeztük meg a jótékonysági Corvin Bált, és idén már második alkalommal egészült ki egy jótékonysági koncerttel. A rendezvény lényege, hogy a teljes profitot egy általunk választott szervezetnek ajánljuk fel. Idén a Csodák Csodája Alapítványt választottuk, akik fogyatékos gyermekekkel és felnőttekkel foglalkoznak. A felajánlott összeget egy nyári táborra szeretnék felhasználni. Fél éven keresztül a projektcsapattal azon dolgoztuk, hogy megrendezzük ezt az eseményt. Elkészítettük a dekorációt, hangosítót szereztünk, és kétféle zenekart is hívtunk. Mindemellett fontos azt megemlíteni, hogy a projektcsapaton kívül tulajdonképpen az egész kollégium részt vett a megrendezésben. 17:30 volt a kapunyítás a koncert résztvevői számára, és a koncert 18:00 kezdődött. Ezután egy jazzzenekart hívtunk el, akik átvezették a koncertet. Szalai Zoltán 20:00 nyitotta meg az eseményt, ezt követte az Összkolistánc, majd az általunk választott alapítvány bemutatta a tevékenységét, a műsorokat a junior keringő zárta, és ezután még lehetőség volt a résztvevőknek egy összkeringőre. A programjaink a 11:00 a tombola húzás követte. A tombola nyereményeink között volt fitnessbérlet, táncbérlet, színházjegy, múzeumbelépő, és volt 3 főnyereményünk, egy autótesztelő hétvége, stúdiófotózás és egy hőlégbalonos repülés a Balaton felett. Jövőre már 10. alkalommal rendezzük meg a Corvin Bált, és reméljük, akkor is nagyon sokan tisztelnek meg bennünket a jelenlétükkel.